Szevasztok srácok, én Mervin vagyok, ez egy vadonatúj videó, és végre valahára meg tudom mutatni nektek, hogy milyen autót vásároltam 60 millió dollárért a szerveren, hogyan mentem csődbe emiatt, hogyan lettem adós emiatt. Minden kiderül a mai videóban, úgyhogy remélem, hogy élvezni fogjátok. Meg is mutatom az autót, tudom, hogy nagyon sokan kíváncsiak vagytok rá, hogy mi a fasz tudtam vásárolni 60 millió dollárért, de mutatom is. Szépen átmegyek mindenem. És ott a sarokban, a Camaro mellett. Egy Romero-t vettem. Érdekes kis autó, minden esetre. És ami a legjobb az egészben az az, hogy... szól benne a buzsik. A legjobb az egészben az, hogy igazából 2017 óta egy ilyen autót szerettem volna vásárolni, és amíg elmegyek BMS-be megszereltetni, megcsináltatni rá egy forgalmit, elmagyarázom, hogy miért. Tehát az ok az pontosan az, hogy egy iszonyatosan ritka autó, amit lehet látni azért a szerveren, csak a probléma vele az, hogy a legtöbb frakción van. Egy frakciójármű, azt nem tudod megvenni te így saját magadnak, ezért nem találtam éveken át egyet sem, és most felbukkant ez, egy olyan ismerőstől vásároltam, aki régen segített a tuning találkozókon, meg ilyenek, hozott fagyis autót, mert neki van az is, úgyhogy ez így tök jó. És akkor igazából mondta, hogy ő eladná, többször is kitett a fórumra, csak sose jutottunk oda, hogy megvegyem, mert sose volt rá pénzem. Most se volt pénzem egyébként, érdekes a sztori, hogy hogy jutottam hozzá. Közben kíváncsi vagyok, hogy mennyibe fog kerülni. Hello, forgalmi is szeretnénk. Tehát, mint mondtam, most se volt pénzem, kölcsönt vettem fel, de erről majd akkor később beszélünk. Megkértem Denise-t, hogy nézzen már utána, kérdezzen rá, hogy ez az autó most frakción van, vagy nincs. Kiderült, hogy nincs frakción, ami nagy csoda egy ilyen autónál, mondom, nagyon régóta vadászok egy ilyenre. 14.400 dollár forgalmival együtt a szereltetés, úgyhogy duplában. Nem vészes. És akkor ugye nekem volt 38 millió, 60 milliót kért az autóért, vagyis igazából 75-öt kért, mintha vagy 70-et. Annyim nem volt és nem tudtunk annyiba megállapodni, ez nekem is sok lett volna. Szóval végül akkor, na, mondtam, hogy 60, viszont kölcsönként kérjek pénzt, szóval lesz egy pár nap. Happy adott kölcsön nekem lóvét, most majd vissza kell fizessem. Szó szerint a Provident elviszi a házamról a háztetőt. Nagyon, nagyon durva helyzetben vagyok most. Lehet, hogy el kell adjak egy pár autót, mindegy, ezt még kigondolom, hogy hogyan fogok én pontosan pénzt szerezni. De vissza kell mindenképp fizetnem azt a pénzösszeget Happynek, mert 25 millió nem kevés. De iszonyatosan boldog vagyok, mert ilyen autót biztosan, hogy nem találtam volna máshol, sehol sem. Hogyha azt akkor per pill nem hozom el, akkor igazából bukta az egész. Szólt az ébresztőm. Nem tudom miért szól ilyenkor az ébresztőm, de mindegy. Aztán lényeg mi lényeg, most akkor szépen elintézem rá a forgalmit meg ilyenek. Utána meg elviszem tuningolóba először is. Én nem tudom, hogy mit tudok én ezen alakítani, kicsit egyedivé szeretném tenni, kb. Ennyi az egész. Hogy pontosan mire fogom használni a halottas autót, nem tudom. Most rendőrként nincs éppen az az RP, amit tudnék vele csinálni. Többi valószínűleg csak ilyen díszként, meg emlékként meg fog maradni elég sok ideig nálam. Olyan autó egyébként, hogy a szerelők se tudják a nevét. Rákérdezett a szerelő a nevére. Innen tudod, hogy egy ritka autód van a szerverem. És nem San Andreas az ott az illető elegent. Ezt is lehet tudni. És egyébként nagyon örülök, hogy újra modolatlan autóval járkálgathatok a szerverem, mert ugye nekem nagyon régen volt modolatlan autóm és imádtam őket. Csak az volt a baj velük, hogy ugye akkor elkezdték őket kiszedni, és akkor én ilyen félelemből inkább elkezdtem eladogatni őket. Mert ugye volt három Broadway-em, na hát most a Broadway az pont, hogy még bent van a szerverem. Mert én még most se vennék Broadway-t többet, nem tudom, félnék, hogy kicserélik valamivel és törlik az autót. Azon kívül meg volt egy csomó ritkaságom, amit szintúgy örülök, hogy eladtam, mert például az Audi RS6-ot is bemodolták egy autóra, már nem emlékszem pontosan, hogy melyikre. És kivették annak is a modját, tehát nem tudom, én nem rizikóznék most már a modolatlan autókkal.
Ez bent van évek óta, ezért gondoltam úgy, hogy nincs nagy esély arra, hogy kicseréljék a modját, főleg, hogy nem is nagyon lenne, amire kicseréljék a halottas autónak a modját. Szerintem Gyári felni fog rá kerülni, vagy nem tudom, csúnya? Hát szerintem amúgy nem rossz. Mert most a többi felni nem áll rajta túl jól. Szerintem ezen a Gyári felni kell legyen. Túl kicsikék, meg minden, úgyhogy, ja, Gyári felni. Még talán át szeretném színezni. De azt még nem tudom pontosan hogyan. Nem tudom milyen színkombináció állna. Oké, lehet a tetejét színezni. Nem lesz ilyen alap San Andreas-os autó most. Ilyen érdekesebb színt szeretnék neki adni. Lesz ez így, és akkor megpróbálom a karosszéria többi részét fehérre festeni. Szerintem az tök jól néz neki, nem? Annyi az egész, hogy így látszik, hogy mocskos. Mindegy, jó az. Karaktert ad az autónak, nem? Ilyen variánsok, meg ilyen dolgok tudja, hogy nincsenek erre az autóra. Vagy nem tudom azért... Ó, van rá variáns. Tehát kicseréli hátul a koporson. És akkor ez az autó variánsos. Figyeljétek, a hármas variáns van rajta. Tök jó. Mégiscsak érdemes lenne megnézni. Matrica biztosan nincs rá. Nem, az nincs. Lámpacsere nincs. Miért lenne? Optika nincs. Spinner sincs. Oké. Airride van benne? Igen, Airride van benne. Hogy néz ki porigült? Azta! Na jó. Kis porigültetett halottas? Tök jó. És addig beszeretnék számolni egyébként a terveimről. Ugye közeleg a V4. Ugye tele vagyok mindennel, kivéve pénzzel. Rengeteg autón van a szerveren. Most nem számoltam össze az elmúlt időben szerintem, de ugye az autói mára felér 400 millióval. És nekem van 3 millió kézben. Most a prioritás az az lesz, hogy szedjem össze a rallyra, a tuning találkozóra, ami decemberben lesz a pénz. Azon kívül pedig még vissza kell adnom az adósságot Happynek, a 25 milliót, vagy nem tudom, 24 vagy 26, de körülbelül 25 millió. Azt majd vissza kell néznem, hogy pontosan mennyit kaptam. Ezen kívül meg egy annyi teendőm lesz, hogy illetve nem feltétlen teendő, egy projekt lesz az egész. Ahogy kijön a V4, új életet szeretnék kezdeni a szerveren. Nem új karakterrel, nem multiakkal, meg hasonló dolgok, hanem egyszerűen annyi a tervem, hogy semmi pénzem nem lesz. Lemondok a pénzről. És ugye mindenem autókban lesz, az autókat beadom egy bérlőbe. Kb. Mindent, amit be tudok adni, bérlőbe lesz. És én akkor elkezdek egy új életet, felépülni a nulláról, megnézzük, hogy milyen elindulni. És az egész álnévvel működne, tehát streamek nem lesznek, hanem csak videók. És így nem lesz az, hogy igazából felismertek és tudtak adni cuccokat, csak kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a V4-be újra kezdeni a szervert. Mert nagyon sokan azt mondjátok, igazából live-ok alatt, meg videók alatt, hogy nem érdemes már elkezdeni a szervert, mert el van gazdagodva. És én ezzel egyáltalán nem értek egyet, de ahhoz, hogy ezt bebizonyítsam, ahhoz igazából videót kell készítenem, ami egy kicsit hitelesebb, mint a szavaim, mert tudjátok, videóban be tudom bizonyítani az egész dolgot, mert én hiába mondom nektek, hogy igen, lehetséges elkezdeni a szervert, amikor ti nem hiszitek el. Ezért gondoltam úgy, hogy ez egy tök jó terv lenne. Kicsit bonyolultabb lesz így, nem tudom a streamek még hogy lesznek, lehet, hogy majd pont nevet váltok, amikor streamelek, vagy valami. De ez még kiderül, még a jövő szava először legyen itt a V4, amiről még nincs pontos dátumunk, tehát csak spekulálni lehet, viszont ezt már csináljuk egy jó pár éve. Itt van a csávó, akitől vettem az autót. Hello! Hello! Egyébként, hogy ne maradjon ki a speed test, már az ilyen autóknál full lényegtelen. Én azt vettem észre, hogy a legtöbb modolatlan ilyen 250-et ment mindig is a szerveren. Talán volt egy pár kivétel, a Hustler az gyorsabb volt, most nem tudom, van ez a Hot Rod,
Hot Knife a neve, az nem tudom, hogy pontosan mennyit megy. Tehát nézzük meg akkor ennek is a végsebességét. Amúgy nem gyorsul túl rosszul, azt hiszem 6 Venom van benne. Bár én az ilyeneket nem venomoznám ki. Inkább gyári. Gyárin az igaziak. És régen volt gyári Broadway-em, az volt a legnagyobb flash a szerveren. 248. Igen, milyen 250-et megy ez is. Ilyen tök korrekt idő. Na hát gyerekek, én igazából innen búcsúznék. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett a videó és nézzétek meg még hasonló videókat ilyen ritkaságokról, akkor iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, dobjatok egy kommentet, tudjátok, hogy a szokásosok, csatlakozzatok a Discord szerveremhez, a Facebook csoportomhoz, és akkor részesei lehettek ti is a közösségemnek. Szevasztok!